Skorpió, május, második fele. Pozitívum, negatívum, és egy tanács. Május 16-án a Jupiter csillagjegyet fog váltani, belép a bikágba. A skorpióknak ez hetes házat jelent, ugye a Jupiter a nagy szerencsének a bolygója, a hetes ház, az viszont a partnerség, Házastárs vagy üzleti partner, ez is ide tartozik. Tehát egy évig itt várható szerencse. Nos, menjünk, akkor pozitívum. Pozitívum. Ó, a mágus még eddig senkinek nem jött ki. A mágus minden a kezetekben van, minden lehetséges. A mágus azt üzeni, hogy én képes vagyok rá, én meg tudom tenni, én el tudom írni. A mágus egyes szám, egyes lépés, tehát főleg, főleg, ha már megvan a terv, akkor érdemes elkezdeni. Most, most ki lehet taposni azt a bizonyos utat a sikerhez. A mágus előtt olyan, hogy lehetetlen, nem létezik. És tessék, a boldogság Elértük az álmunkat? Sikerült minden? Boldogság? Az összes kehely megtelt örömmel? Egyszerűen elégedettek vagyunk az életünkkel? Igen. Igen. Hetes, legyőzzük az akadályokat? Le. Legyőzzük a konkurenciát? Igen. A nehézségeket? Igen. És ha megint be kell bizonyítani, hogy igenis, amit én eddig elértem, az nekem jár, az jogos, akkor sikerülni fog. Nyolcas, ez a kártya, hát először is pénz. De amit szeretnék mondani, ez a kártya, ez nagyon jó tanulásra, továbbképzésre például lehet, hogy mi fogunk tanítani valakit, ilyen is lehet, de ez a munka kártyája. És megbecsülnek minket. Tehát megbecsülik a munkánkat. Értékelnek minket. Király, hát ez a király maga a skorpió. Tehát királyok és királynők leszünk? Igen. Igen. kettes tűzenergia dominál, már kettő darab tűzenergiánk van, illetve három, mert a mágusnak mind a négy energia megvan, a kezében van. Tehát ő mindenre képes. Kettes választás, tervek, ott a kezében a világ. Tehát meg akarja váltani a világot. Mindent el akar írni. És lehet is, hiszen ott a mágus, a legelső, kártyánk. Tessék, ha már megvan a terv, akkor érdemes cselekedni. Sikeres lesz, és a mágus ez ennél több, főleg a skorpióknál. Mágikus erővel, a gondolatokkal egyszerűen provokálni lehet a sikert, be lehet vonzani a sikert. Varázslat, varázslattal valami megtörténhet. Negatívum, Mire kell vigyázni? Uh -huh. Kejhek, érzelmek, érzések. Na nézzük csak. Mi lehet itt, ami negatívum, valamilyen kellemes dolog. Például, ami negatívum, ez magam, az uralkodónő. Az uralkodónő áldott állapotban van. Ez az ász is, Mutat gyermekáldást, tehát itt lehet valamilyen negatívum, például. Az uralkodónő maga a komfort. Maga a komfort. Na most ezt a komfortot valaki, vagy valami meg tudja akadályozni. A másik, amit szeretnék mondani, hogy mindenféleképpen, ami, ami nekünk nem komfortos, azt ott kell hagyni mert ez a kártya maga a komfort. Tehát így el lehet kerülni a negatívumot. Tehát ha van egy társaság, ahol nem érezzük magunkat komfortosan, ott kell hagyni. Kész. Nyolcas a korlátozás, a félelmek, a depresszió. Ott kell hagyni, igen, ez egy nem komfortos helyzet. Ott kell hagyni. Ha nem sikerül megbirkózni ezzel a helyzettel, kérni kell segítséget. A barátoktól, a munkatársaktól, szakmai segítséget, mert ez a depresszió kártyája is például. Egy szakember akkor segíthet nekünk kiszabadulni ebből a nem komfortos állapotból, ebből a gyötrelmes állapotból. De egyébként itt csak akarni kell, mert a kártyán is lehet látni, hogy be van kötve a szeme a keze, de a lába nem, tehát simán felállhat, és elmenekülhet, el tudja hagyni ezt a nem komfortos helyzetet. A kis boszorkány csak akarni kell, tehát itt az akarat nagyon fontos. Tízes, a családi béke, valami vagy valaki meg tudja akadályozni, itt, itt lehetnek valamilyen nehézségek, tehát a családban, vagy, aminek az egész család örül, és megint a család. Tízes érmék, tízes kejhek. Valami, ami a családhoz kapcsolódik. Valami, ami a családdal, valamilyen esemény, ott lehet valamilyen negatívum. Lehet, hogy meg van szervezve egy családi ünnepség, és valaki vagy valakik nem jelennek meg. Vagy valaki el tudja rontani ezt a családi ünnepséget. Pénz. Pénz. Lehet, hogy egy családtag kér tőlünk pénzt, és nem adja vissza. Családi vállalkozás lehet. Ott lehet valamilyen nehézség. Tehát valami a családdal kapcsolatos lehet. Uh -huh. És valamilyen szomorúság. Viszont ez a kártya azt tanácsolja nekünk, hogy nem szabad ott szomorkodni, nézni, buslakodni. Ott az a három hely. Mert a hátunk mögött már ott van az új lehetőség. Csak észre kell venni, abba kell hagyni azt a szomorúságot, jó? Tehát itt ez a tanács. Nem szabad sopánkodni sokáig. Egy napig, maximum, még annyit sem. Jó, tehát itt nagyon fontos erősnek lenni, és kimászni ebből a depressziós hangulatból, depressziós állapotból, ebből a szomorúságból. Tehát ezt a negatívumot ott kell hagyni. Plusz információ, kilences. Uh -huh, már volt egy ilyen kilencesünk, itt van a pozitívumon. Amikor az álmok valóra válnak, igen. És ott vannak a halacskák, az aranyhalacskát ki lehet fogni a vízből. Igen, ki lehet. Ki lehet. Ez boldogság, ez öröm, ez harmónia. És egyszerűen keresni kell a társaságot, meghívni a barátokat például, kellemesen eltölteni az időt a családtagokkal, például a barátokkal. Tehát ez ünnep, valamit meg lehet ünnepelni. Itt van, ki lehet fogni az aranyhalacskát. Ez nagyon fontos, ez nagyon fontos. És a legfontosabb, hát az maga a mágus, amivel kezdtük az egész kirakást. Tehát az első kártya az dominál, az dominál, és a mágus, tehát itt minden a kezünkben van, olyan, hogy lehetetlen nem létezik, mágikus erővel, mágikussan be tudjuk vonzani azt a sikert, azt a boldogságot, a pénzt, a hatalmat. És ez a király is azt szokta üzeni, hogy elégedett vagyok az életemmel. Király vagyok. Kejhek, boldogság. És ez maga a skorpió. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!